Megfogod az egyik kezeddel, a másik kezeddel megfogod, engeded addig egy pillanat. És így hátra lendíted, előre dobod és elengeded ezt a kezedet, jó? A tömlőgurítás technikáját ismerteti ez a dombóvári tűzoltó, de más eszközöket is megmutatott, és az autóba is beülhettek a gyerekek. Ugyanis gyerektábort szervezett a dombóvári önkormányzat Gunarasban általános iskolásoknak. Hát, nagyon jó a tábor, tetszik. Első napon kézműveskedtünk, ilyen könnyelzőket, lehetett ilyen kutyus, meg macskát. Minden délelőtt tematikus foglalkozások vannak, ilyenkor a város civil szervezetei, sportegyesületei is aktívan részt vesznek a programokon. Délután pedig a kemping melletti fürdőt kedvezményesen élvezhetik a gyerekek. A karatesuli, a boxiskola foglalkozásán kézműves foglalkozás volt, amit a Városi Könyvtár szervezett. Ma jöttek a tűzoltók, tehát a tűzoltó autót próbálhatták, kinézhették meg a gyerekek, és még a rendőrségtől fognak ma érkezni, és egy újabb programot biztosítanak a gyerekeknek. És ebéd után, egy rövid csendes pihenő után szoktuk a strand szolgáltatásait igénybe venni. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere azt mondja, érzékelték, hogy nagy részt a pandémiának köszönhetően szinte elfogyott a szülők szabadsága, így a táborral elsősorban nekik szeretnének kedvezni. Sikerült úgy megszervezniük, hogy helyi pedagógusok jelentkeztek felügyelőnek, illetve egy-egy diák munkás is besegít. Remélem, hogy hétről hétre megtöltődik a tábor, és hiszen benne, hogy a szülőknek ezáltal az önkormányzat nagyon sokat tud segíteni. Sajnos egész nyáron ezt nem tudjuk végigvinni, de remélem, hogy augusztusra az a szülőknek is maradt annyi szabadságuk, azon túlmenő, hogy elmennek talán még nyaralni is, meg tudják oldani a gyerkőcöknek a felügyeletét. A tábort már tavaly is szerették volna megtartani, azonban a járványhelyzet miatt erre nem volt lehetősége a városvezetésnek. A polgármester elmondta, tervei között szerepel, hogy tovább folytatják és hagyományt teremtenek az önkormányzati gyerektáborból.